Sziasztok! A mai az egy első benyomásos mink videó lesz. Egy csomó Catrice újdonságot fogok veletek együtt itt a kamera előtt kipróbálni. A többség az új szortimentes termék, de azt hiszem van köztük néhány limitált smink is. Én nem tudom, hogy milyen sminket fogok készíteni velük, de igazából az a lényeg, hogy minél több mindent szeretnék kipróbálni és megosztani veletek az első benyomásaimat. Ezúttal is lesz a videó végén egy nyereményjáték, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit nyerhettek, akkor mindenféleképpen maradjatok velem a videó végéig. Kezdjük az alapozóval, ez az új Catrice Made to Stay 24 órás alapozó, ami 24 órás tartóságot, tökéletes fedést és mattító hatást ígér. Antioxidánsok vannak benne, és egyébként ez a 0-10-es nude beige árnyalat. Az a tök jó, hogyha esetleg valami miatt nem stimmelne nekem ez az árnyalat, akkor tudok rajta javítani, ugyanis kaptam egy Catrice Prime and Fine alapozó világosítót, illetve egy alapozó sötétítőt is, úgyhogy ezekkel tudok módosítani az alapozó színén, hogyha szükséges, de próbáljuk ki, hát ha jó lesz. Egyébként azt írja az alapozó, hogy vízálló. Én nagyon szeretem egyébként a Catrice-nek az alapozóit, jó, nyilván nem mindet, de van több alapozóm is a márkától, amiket nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan teljesít. Hát én azt mondanám, hogy szerintem ez az árnyalat, ez még akár jó is. Azt viszont már látom, hogy tényleg nagyon-nagyon szép fedése van, ez biztos. Hát szerintem, hogyha most így megnézitek az arcom két felét, itt ugye már van alapozó, itt pedig nincs, akkor azért igencsak látszódik a különbség a kettő között. Elkészültem az alapozással, és hát azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Valóban nagyon szép fedése van ennek az alapozónak, tényleg gyakorlatilag egységesítette a bőrtónusomat, illetve nagyon szépen elfedte a bőrhibákat, és én úgy látom, hogy valóban matt hatású egyébként. A smink végén teszek majd fel pirosítót, illetve highlighter, de térjünk rá a szemekre, egészen pontosan a szemöldökre. Van itt ez a Catrice Slimmatic Ultra Precise szemöldök ceruza, ez vízálló, azt írják, és ez egy ilyen kétvégű szemöldök ceruza, az egyik végén van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon vékony kis, másfél milliméteres, egészen pontosan kis szemöldök ceruza, itt pedig egy kefe, amivel ugye át lehet fésülni a szemöldököt, ez a 0-10-es Light, kicsit átfésülöm először a szemöldökömet. Valószínűleg egyébként ideálisan nekem ebből egy sötétebb kéne, de egyébként ez sem vészes. Nagyon kis, apró, finom vonalakat lehet vele húzni, tényleg nagyon-nagyon vékony hegye van, ami szerintem tök jó, mert ezzel tényleg természetes hatást lehet elérni. Azt már látom, hogy eléggé gyorsan fogy, szóval nem tudom, hogy pontosan mennyi termék van benne, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz túl sokáig elég, mert csak tekerem kifele. Pedig amúgy nagyon jó, nagyon tetszik. Menjünk akkor tovább a szemekre. Kaptam egy Catrice Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow krémes szemfestéket, ez a 0-50-es Smart Mauve árnyalat, és ez egy ilyen applikátoros krémes szemfesték, aminek nagyon szép fényes lilás színe van. Nagyon szépen el lehet dolgozni, egyébként ilyen hűsítő érzés, amikor felkenem a szememre, nagyon kellemes. Azért, ahogy dolgozom, elveszít az intenzitásából, úgyhogy muszáj rétegezni. Nagyon tetszik, nagyon könnyen és szépen el lehet dolgozni akár újjal is, tehát tényleg egy ilyen nagyon gyors sminket össze lehet vele dobni,
és gyakorlatilag most, ahogy így hozzáérek a szememhez, ez megkötött teljesen, kicsit ilyen húderes érzés egyébként, ahogy hozzányúlok, de nagyon tetszik, kíváncsi leszek egyébként, hogy ez mennyire tartós nekem, így most annak tűnik, de ezt majd kitapasztalom. Még dobok fel egy kis szemfestéket is, mert hogy kaptam egy ilyen gyönyörűséges palettát, ez a The Precious Copper Collection paletta a 010-es Metalux árnyalatban, amiben 7 darab szemfesték található, illetve itt fölül 2 külön szemfesték is van még, mindegyik fényes, tehát ebben a palettában nincsen matt szemfesték, csak fényes árnyalatok, úgyhogy aki szereti a fényes szemfestékeket, annak mindenféleképpen jó választás lesz. Én most egy picit teszek a szemhéjamra ebből a legszélső színből, egy ilyen lapos ecsettel. Hát ezzel most el fogom tüntetni sajnos a lilát. Ebből a barnás lilás színből teszek egy picit a mélyítő vonalamra, bár ez egy fényes árnyalat, de hát mivel ebben nincsen matt, így most ezzel próbálom egy kicsit mélyíteni a szemsminket. Közben húztam néhány swatchot a készfejemre ebből a palettából, hogy lássátok, hogy nagyjából milyenek a színek. Nagyon szépen pigmentáltak és nagyon fényesek, viszont picit porolnak, de azért annyira nem vészes. Én most még ebből a világos árnyalatból teszek egy pici ceruza ecsettel a belső szemzugomba. A következő, amit ki fogok próbálni, az egy ilyen multifunkciós kis ceruza. Ez a Catrice Oran Beautifying Concealer Eyelid Pencil, vagyis ez egy korrektor, szem és ajakkontúr ceruza. Ilyen világos színe van, úgyhogy én ezt most az alsó vízvonalamon fogom kipróbálni. Megnézzük, hogy ott mennyire fog. Egészen jól fog. Szerintem nagyon szépen kiemelte az alsó vízvonalamat, nagyon pigmentált, nagyon jól fog. Nekem egy picit az a bajom az ilyen multifunkciós ceruzákkal, hogyha mondjuk ezt az ember valamilyen bőrhibára, ne adj Isten, pattanásra használja, és akkor utána meg a szemre is, vagy a szájra is, hát ez nem tudom mennyire higiénikus, bár nyilván egy hegyezéssel ez megoldható, de nekem így a vízvonalon használva nagyon-nagyon tetszik. Kaptam 2 szempillaspirált is, és mivel nem tudtam eldönteni, hogy melyiket próbáljam ki, így úgy döntöttem, hogy az egyik szememen ezt használom, a másikon pedig ezt. Ez itt a Catrice Rag Couture 24 órás Extreme Volume szempillaspirál, ami extra dúságot, ívet, illetve hosszabbítást ígér, és hát a csomagolása az nagyon-nagyon vagány. Ez egy szilikonkefés szempillaspirál. Az, hogy hosszabbít, azt már érzékelem, és dúsít is, de majd ti eldöntitek, hogy melyik szempillaspirál tetszik jobban. És akkor jöjjön a másik szememen a másik szempillaspirál, ez pedig a Catrice Glamondol Sculpt and Volume szempillaspirál, aminek én a másik verzióját imádom. Annak egy picit más keféje van, ez is szilikon kefe meg az is, de annak inkább ilyen banán alakú keféje van, ez meg ilyen, hát kicsit ilyen mandula alakú kefe, de megnézzük, hogy mit tud. Ez is nagyon szépen elkapja egyébként a szempillákat. Elkészültem a szempillákkal, tehát a jobb szememen a Rag Couture szempillaspirált használtam, a másikon pedig a Glamondolt, hát nem tudom. Nagyon hasonló egyébként a kettőnek a hatása. Írjátok majd meg kommenten, hogy nektek melyik tetszik jobban így a szememen, mert én most így hirtelen nem tudok dönteni. És akkor térjünk vissza az arcomra, a Catrice Light and Shadow kis pirosító duót fogom használni. Ez egyébként a 030-as Rose Propose árnyalat. Azt írják, hogy matt pirosító, illetve egy színben passzoló
highlighter van benne. Nézzük akkor a highlightert, mert arra viszont nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Úgy látom, hogy ez egy ilyen hidegfényű highlighter. Aha, így már szerintem ti is látjátok. Szép fénye van egyébként. Már fent van a pirosító és a highlighter is. A pirosító az nagyon kis visszafogott, abszolút ilyen kellemes, természetes hatást lehet vele elérni. És a highlighternek nagyon szép ilyen hideg tónusú rózsaszín fénye van. Ez így eldolgozva abszolút természetes hatást nyújt. Én megnéztem közelről is, és vannak benne nagyon-nagyon apró csillámok, de igazából ez csak tényleg nagyon közelről látszódik. Viszont ahogy megnéztem közelről, láttam, hogy ez alatt a szemem alatt vannak ilyen apró pici fekete pöttyök, vagyis amikor ezt a szempillaspirált felvittem erre a szememre, egy picit potyogott, aminek annyira nem örülök. Térjünk rá az ajkakra, igazából rengeteg ajakterméket kaptam tesztelésre, és hirtelen nem is tudtam, hogy melyiket próbáljam most ki, de a leginkább ez a Catrice Ombre két tónusú ajakrúzs keltette fel az érdeklődésemet. Ez a 050-es Please Tell Rosie árnyalat. Két színből áll, felül van egy sötétebb, az a kisebbik rész, alul pedig egy világosabb, és akkor értelemszerűen úgy kell felvinni, hogy az ajkak külső részénél legyen a sötétebb szín, belül meg ugye a világosabb, és elvileg ez egy ilyen ombre hatást ad. Hát nézzük meg, én nagyon kíváncsi vagyok rá. Na most ezt elég nehéz úgy fölvinni, hogy tényleg szépen látszódjon, és hát alulra meg hogy kerem fel úgy, hogy kívül legyen a sötét, vagy nem kéne, vagy most ezt így. Na jó, hát ez így elég vicces. Nem tudom. Ez így ombre szerintetek? Szerintem nem annyira. Hát nekem nem tűnik sötétebbnek kívül, vagy lehet, hogy nem kellett volna így össze érintenem az ajkaimat. Na mindegy, nekem ez egy kicsit ilyen fél, mert hogy egyébként szép színe van, csak hát ez nekem így az ombre hatás így annyira nem jön át. Viszont kaptam még egy nagyon izgi dolgot, amit mindenféleképpen ki akarok próbálni, mert ugye ez egy fényes rúzs, ami most rajtam van, és kaptam egy Catrice Instant Lipstick Mattifier rúzs mattító kis okosságot. Hát most megnézzük, hogy mennyire mattítja le ezt a rúzst, amit fölkentem. Oh! Hát eléggé. Nézzétek csak meg! Alul már rákentem ezt a... Aha, igen, tehát alul már matt, fölül még fényes. Ez nagyon menő. Hát aki szereti a matt rúzsokat, és mondjuk van esetleg neki valami olyan rúzsa, ami nem matt, de nagyon tetszik neki a színe, és szeretne belőle matt rúzst varázsolni, annak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt. Nem teljesen matt, tehát nem az a full matt, de hát sokkal inkább matt, mert hogy előtte konkrétan ez egy fényes rúzs volt, és most sokkal kevésbé fényes, úgyhogy ez szerintem egy jó kis cucc. Nos, ezek lettek volna azok a termékek, amiket most itt szerettem volna bemutatni nektek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt az első benyomásos videót, és egy picit képet kaptatok arról, hogy milyen termékekkel is találkozhattok a Catrice kínálatában mostanában. Most akkor jöjjön a nyereményjáték, azt megmutatom, hogy mit nyerhettek, viszont azt, hogy hogyan tudtok nevezni, a videó alatti leírásban találjátok, úgyhogy aki szeretne részt venni a nyereményjátékon, az mindenféleképpen olvassa el, és az ott leírtak szerint nevezze. Egy darab Catrice ajándékcsomagot lehet nyerni, amiben 5 terméket válogattam bele. Egyrészt egy Catrice Metallic Liquid Liner folyékony tust a 010-es Bronze Lee árnyalatban. Ezen kívül egy Catrice Paths of Purism limitált pirosítót a C01-es
Pure Hibiscocoon árnyalatban, tehát ez egy limitált pirosító. Van itt még egy Catrice Liquid Gel Cushion Eyeliner a 010-es The Black Sheep árnyalatban, vagyis ez egy ilyen cushion tégelyes tus. Van még itt egy Catrice Soft Blossom körömlak, ez egy virágillatú körömlak a 03-as Flower Berry Bouquet árnyalatban. És végül, de nem utolsó sorban egy nagyon menő ecset, a Catrice Marina Hörmenzéder limitált kollekcióból, ez elvileg egy highlighter ecset, de szerintem akár bronzosításra, kontúrozásra is lehet használni. Ha szeretnétek megnyerni ezt a Catrice ajándékcsomagot, akkor kérlek, hogy olvassátok el a videó alatti leírást. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!